az izgalmas, és ha minden jól megy, akkor pár gondolatot is sikerül majd megosztanom a csapattagokkal így a széles közönség előtt, amit a zsűri feljegyzett nekem egy papírra. Jó, egy, kettő, hát három csapatot látok, talán a többiek is ideérnek. No, akkor a 2015. évi falunapi főzőverseny 5. helyezettje lett az önkormányzati Fatér Péter és csapata. Tapsolt neki. Mégpedig Csűkös Babbal. Na, látom, senki nem jön. Hát akkor elmondom, hogy nagyon jó fűszerezésű volt, ezt megjegyezte a zsűri. A babot egy csöppet keményebbnek tartották, meg kevésnek, nem tudom, nekem elég volt. De az a lényeg, hogy nagyon örülünk, hogy itt voltak és részt vettek a versenyen, megmérettek be magukat, csak épp most nincsenek itt, amikor át kellene venni a díjat. Na majd talán a végére ideérnek, addig majd énekelek. Negyedik helyezett lett a Táplán-Szentkereszti Polgárőr Egyesület Pörköltje Nokedlivel. Hát jó van, ők sincsenek itt. Akkor omlós volt a hús, ez külön kiemelte a zsűri. Finom savanyúság. És a nokedli nem volt ragadós. Az jó. A szemenként szétesik a nokli. Akkor még egy nagy tapsot a polgárőröknek. Lassan ők is ideérnek. Na, jönnek a dobogósok. A 2015. évi Táplán-Szentkereszti falunap főzőverseny 3. helyezettje lett a Hering család nyúlpörköltje. Külön kiemelte a zsűri, hogy nagyon-nagyon jól lehetett érezni a különleges ízt. Itt a helyen jó van. Friss volt a nyuszi, de úgy tudom, még tegnap este élt, és nagyon jó állagú volt. Na, végre valakinek átadhatok egy díjat. Második helyzet. Na most lehet izgulni. Jön a második helyzet. Aki ebben az esztendőben az önkormányzat Molnár István és csapata. Az önkormányzati Molnár István és csapata lett a második helyzet. Mégpedig vörös boros marha pörkölt el. Hát a zsűri megegyezte, kicsit jobban lehetett érezni a bor ízét, a kelletténél, szerintem az nem baj. Pozitívuma volt, jó fűszerezésű, puha hús, és a krumplis omlós volt. Na, még egy nagy tapsot nékik, majd ideérnek ők is. No, akkor itt látom, hogy már nagy az öröm, mert megvan az első helyezettje is az idei főzőversenynek. Ez pedig a Szent Lőrinc sétány csapata. Hentes Tokánnyal. Na várjátok, először szembesítünk. Kellemesen füstös volt. Jó fűszerezésű, és nagyon szépen összeértek az ízek. Még egyszer gratulálunk. No, kedves barátom, akkor még egyszer megkérdezem, hát, ha itt van valaki. Fatér Péterék közül, Fatér Péter csapatából, senki. Polgárőr Egyesület. Élete Molnár Istvánék, önkormányzati csapat. Molnár István csapata, nem. Jó. Akkor a díj átvehető nálam, még ma, illetve a jövő héten a könyvtárban. Nagy tapsot kérek mind az 5 versenyzőnek.